Szevasztok, drága híveim, szevasztok, szevasztok! Itt újra Drenko. Csodálatos rózsaszint tank kocsink, amit a Tátrán GT-nek köszönhetünk. Köszi szépen! A mai nap egy mod bemutatóval fogok jelentkezni, ami szerintem a fakitermelésben nagyon sokat segít, és talán leghatékonyabb módja ahhoz, hogy kivágjunk, feldolgozzunk és eladjunk fákat. Magának a modnak a neve Brooks, a linket lerakom majd a leírásban, honnan tudjátok letölteni. És így néz ki. Ő az. Hát ugye egy elég egyszerű szerkezetnek tűnik, viszont nagyon hatékony. Ugye tudunk pár szint változtatni neki. Nagyon jó a zöld. Piros, jó kis rozsdás, narancs, sárga. Hát csodál, jó néz ki, azt kell mondjam. Én már viszont ide előkészültem. Itt van maga a szerkezet. Ugye alapállapotban így becsukva találod. Három lépésben tudjuk működésre bírni. Először egy O betűvel kinyissuk a csőrét. Utána kinyissuk magát a tönkvágót, és utána kinyissuk magát az aprit. Ja nem, az egybe van, jó. Viszont két külön eszköz van. Van egy a tönkvágó része, meg maga az aprító része. Ezeket külön kell bekapcsoljuk. Már el is kezdett működni. Hát a hangon egy picit lejjebb veszek. És ugye megközelítsük a kiválnivaló fát. Jó, akkor ezt a földet meg kell elővennem. Vesszük. És ki is vágta. És el is tűnt. Majd nyomunk egy dupla, egy V betűt, leengedjük és kivágjuk a tönköt magát. A játék is úgy akarja. A tönkvágással mindig is a baj volt. Tehéről is ebben szenvedtünk. Fokat. De az út azért kell, hogy mindjárt kileveli a falprítékot magát, amit fában nyertünk ki. Hát ha erről az oldalról se fog menni. Na jó, jön a következő fa. Ugye sokszor van az, hogy zavart titeket a fa, nem fértek el a földön, vagy nem láttok tőle. És egyszerűbb, ha így kivágjuk, mivel az alapgépekkel nem tudjuk ezeket a fa típusokat kezelni. Menjünk a következő fához, elvágja, el is tűnt. Leengedjük, kivágjuk a tönköt. És el is tűnt a fánk. Jöhet a következő fa, újra felemeltük a szerkezetet, majd valamit elkezdett vágni előbb. El is tűnt a fánk. Látszik. Már tönkkel meg fogunk szenvedni. De megoldjuk. Remélem. Szóval el akarja vágni folyamatosan, az nem jó. Feldarabolja nekünk. De általában nem sikerül, akkor meg kell fogni a másik oldalt. Vagy erről, vagy arról, de ki lehet vágni minden tönköt. Ez egy ilyen szenvedős rész a dolognak. Ezt csak folyamatosan elvágja. Na mindegy, haladjunk tovább. Közebb jövünk a kamionunkkal. A csatorna védjegyévé vált a Tátra. Tátra ilyen veletek, drága híveim.
Újra bekapcsoljuk az eszközt, magát, mind a két felét. Engedjük a szerkezetet. Felzúg a motor, és eltűnt a rönk. Kiváló. Jöhet a következő fa. Arra figyeljetek, hogy mindig a hátsó eszköz legyen az aktív. Maga az aprító. Megint közelebb jövünk. Ez lehet nem érzékeli, majd ott belünk a traktorba. Na, akarja? Ó, most nem húzom az időtöket. Próbálkozni kell, melyik szögből vágja ki a fát, mert nem mindig vágja ki ugyanabból a szögből. Hát van megmozdulnom. És már rögtön felszabadítottunk egy kis területet, amivel ki tudjuk a szántókat terjeszteni, vagy esetleg van maradt helyi megfordulni, nem akadályoznak a fák minket. Megkeressük, hol adja a legtöbbet a faforgácsért. Jelöljük az eladópontot, és elvisszük, elszállítjuk a faforgácsunkat. Ezt szántóföldön nem fordulunk meg. De ez nem a való élet. Itt szabad. Belső nézet. Csodálatos tátrán. Kicsit kezd belőlről elkoszolódni majd a sofőr azért rászólok, hogy hello fiú, nem ártana takarítani a gépet. Ha már vezeti. Túl messzire visszük eladni. Az igazából pálya függ, hogy kinek hol van az eladópontja. Hova is megyünk? Ú, legalsó sarokba. Az egy jó terep, viszont ezen a mappon tetszik. Forulunk, nem? Úristen, Drenko nagyon megy! Nem létező íveket használ! Kiváló, azt kell mondjam, kiváló. Évezzük az utazást. Nem fogom tudni itt átmenni. Kereskedő, állatkereskedő. Hát amit csak csirkéket lehet vásárolni. Hamarosan megérkezünk a hegyi útra, ami felvezet az eladóponthoz. Mondj igen, én szeretem ezt az adóhelyet, csak kár, hogy nem sok mindent elhozni.
Van egy kis szélmalom. Rohadt nagy domb. De el lehetne tüntetni. Nyomja a tátra! Nyomjad neki! A folyócskán átkelünk, gondolom itt lehet a forrás. Valahol. Hülye helyre mutassa az eladó pontot. Már szerintem ide kell leborítani. Így van. Mondjuk egy íbetűt és dől a pénz. Dől a pénz. Ugye nálam nem fog ez túl nagy összeg lenni, mivel nehéz fokozaton játszom a farmingot, de egy könnyű vagy egy médiumon elég jó pénzt tud adni. Igazából három fából megvolt ez a fuval és 10 000 kaptunk. Nehézség fokozattól függő. Ez itt van az első mod bemutató a csatornán. Ha szeretnétek még hasonló mod bemutatókat, jelezzétek a komment szekcióban. Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. És köszönöm, hogy itt voltatok, Renko voltam.